Nagyon szépen lehet látni az elektrolizáló berendezésünkben, tehát, hogy az egyik szárában kevesebb gáz fejlődött, ez lesz ugye az oxigén, a másik szárában több, ez pedig ugye értelemszerűen a hidrogén gáz lesz. Na gyorsan egy kísérlettel, egy villámgyors kísérlettel bizonyítsuk be, hogy valóban erről a két gázról beszélünk. Nem véletlenül csapos a berendezés, felfogjuk a két kiáramló gázt. Az oxigént parázsló gyújtópálcával tudjuk kimutatni, mivel tudod jól, hogy az oxigén táplálja az égést. Tehát én óvatosan ezt a gázt beleengedem, ugye ebből láthatod a keveset, tehát ez biztos, hogy az oxigén, óvatosan beleengedem egy-két csőbe, úgy van, majd ezek után parázsló gyújtópálcát készítek, meggyújtom a gyújtópálcát, hagyom egy picit égni, elfújom, és belemártva lehet látni, hogy újra lángolok van. Az oxigéngáz kimutatása parázsló gyújtópálcával történik, a hidrogéngáz kimutatása pedig adúranó gázpróbával. Teleengedtem a képcsövezet, ugye oda tartom egy borszesz égő lángjához, és ugye hát láthatjuk, hogy valóban sikerült a próbát, bebizonyítottuk.